Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Mutatom, mivel készültünk mára. Forradalmi technológiák találkozása. A gömböc inspirálta az MIT kutatóit a szájon át bevehető mRNA-s vakcina megalkotásában. Milleniumi díjak. Ismét díjátadó volt a Szellemi Tulajdon Világnapján. Belátni oda, ahová senki. Mélységi roncsolásmentes vizsgálatokat végeznek az Energiatudományi Kutatóközpont szakemberei. Körző és vonalzó. Bemutatkoznak a tervezés máig méltán híres alapeszközei. A gömböcöt, vagyis Domokos Gábor és Várkonyi Péter találmányát legújabban az MIT két kutatója egy szájon át bevehető, a koronavírus elleni mRNA-s vakcinálást lehetővé tevő kapszula kialakításához használta fel. A már sertéseken is kipróbált eljárás bíztató jeleket mutat. Amerikai tudósok szerint a módszer emésztőrendszeri betegségek, akár fekélyek kezelésére is alkalmas lehet a jövőben. A koronavírus berobbanása szinte az egész világot átalakította. A kutatók fontos céljává vált a COVID elleni védekezés. Ehhez egy különleges tablettát alkottak az amerikai MIT munkatársai, amihez egy magyar találmány, a gömböc adta az ihletet. De menjünk is vissza jó pár évvel. A gömböc Domokos Gábor és Várkonyi Péter nevéhez kötődik. A gömböc egy olyan test, amely a formájának köszönhetően mindig talpra áll. Összesen két egyensúlyi pontja van. Egy stabil és egy instabil. 12 évig tartott ez a küzdelem. Végül először bebizonyítottuk, hogy létezhetnek ilyen típusú testek, és aztán sikerült egyet meg is építeni, és hát ez lett híres, tehát ez egy példa erre az új típusú testnek, aminek egy stabil és egy instabil pontja van. Itt van a stabil, ahova talpra áll, és az instabil, az olyan, mint a ceruza csúcsa. Tehát ott lehetne egyensúlyozni, de ott nem áll meg. Az összes többi pont az pedig nem egyensúlyi pont. Megalkotásakor is fontos szempont volt az amerikai kutatóknak, hogy lenyelésekor a pirula a gyomorban talpra álljon. Így jött képbe a gömböc alakzat. Úgy származtatták, hogy megnézték ezt a kontúrt, amit így látunk, és ezt megforgatták. Tehát kaptak egy forgás szimmetrikus testet, és ez a kontúr, ez a gömböcből származó kontúr, ezt ők vállalják is, tehát ez nem egy titok. És ez volt az a test, ami számukra a leghatékonyabban tudott működni. Tehát a gömböc hozzájárulás az, hogy egy alapvető ötletet adott ahhoz, hogy milyen alakú legyen ez a kapszula. De az, hogy a kapszula ilyen alakú, az az emberi gyomorban válik fontos szemponttá, meséli Domokos Gábor. Mi ezt lenyeljük, bemegy a gyomorba, ott beáll egy adott helyzetbe, és amikor beállt a gyomorfalon, akkor egy mikroszkopikus tű az átszúrja a gyomorfalat, és azon keresztül a vérbe bejuttatja azt az anyagot, ami benn van a kapszulában. Most ebből készült inzulin kapszula, ott maga a tű inzulinból van. Ennél az mRNA-s kapszulánál, tehát ami az oltóanyagot viszi be, én nem tudom pontosan, hogy mi ez a tű, azt hiszem ez egy ilyen mikroszkopikus fém tű. Nem érezzük ezt, mert a gyomorfalban nincsenek idegek, olyan idegek, amik fájdalmat jelentenek. És ezért ez egy gyors folyamat, és utána hát ez távozik a szervezetből a széklettel, a maga a kapszula, tehát az eltűnik. Az anyag pedig közvetlenül bekerül a véremembe, és hát Karikó Katalin azt mondta, hogy lehet, hogy ez a jövő. Tehát, hogy ez az oltás bevitelének egy sokkal, minden szempontból sokkal jobb módja, mert nem csak ugye lélektanilag könnyebb lenyelni, ez egy pici kis valami, de a mellékhatások sokkal kevésbé jelentkeznek. A gömböc nem csak az amerikai kutatóknak, de a Műegyetemen nagy tehetségnek számító Regős Krisztinának is inspirációt ad. Ő a gömbözhöz hasonló alakzatok kutatásával foglalkozik, és egy 1 millió dolláros kérdés megválaszolásán dolgozik jelenleg. Munkájával nem csak a 2021-es ifjúsági Gábor Dénes díjat, hanem az Albrecht Science Fellowship-et is elnyerte. Ebben a kérdéskörben felmerülhet az a kérdés is, hogy legalább hány lapcsúcs, illetve él szükséges ahhoz, hogy egy poliédert létrehozzunk, amelynek egy stabil és egy instabil egyensúlya van, azaz egy síklapokkal határolt gömböcöt lényegében.
aki ezt megmondja, annak 1 000 000 dollár üti a markát, elosztva a lapok csúcsak és élek számának összegével. Krisztina a kérdés megválaszolásának kezdetén annyit tudott, hogy a 4 lap nem elég ehhez a testhez. Most már a munka során ezekkel a csúcsnehéz testekkel kapcsolatban kiderült, hogy legalább 8 lap és 11 csúcs szükséges ahhoz, hogy egy egyetlen instabil, egyensúlyi helyzettel rendelkező testet létrehozzunk, és ez már sokkal közelebb visz minket a valódi megoldáshoz is. Hogy Krisztinának sikerül-e megválaszolni az 1 000 000 dolláros kérdést, az a jövőben dől el. Egy biztos, hogy a gömböc itthon és Amerikában is új irányokat nyitott meg, és új inspirációkat ad a kutatóknak. A Szellemi Tulajdonvilág napját az ENSZ Szellemi Tulajdonvilág szervezete, azaz a World Intellectual Property Organization kezdeményezésére 2001 óta minden év április 26-án ünneplik világszerte. Ezen a napon emlékeznek meg azokról a kreatív elmékről és szervezetekről, akik innovációik révén nem csak híressé váltak, hanem találmányaikat, újításaikat oltalmakkal védték, vagy védik ma is. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig minden évben díjazza is őket. Erről szólnak a milleniumi díjak. Április 26-a a Szellemi Tulajdon világnapja. A Szellemi Tulajdon világszervezete idén az Innováció egy jobb jövőért témát jelölte ki, hogy a holnap alkotóinak figyelmét felhívják arra, hogy bármilyen területen is szeretnének érvényesülni, a szellemi tulajdonnal támogatott kreatív és innovatív szemlélet kiemelten fontos. Az én felfogásomban a szellemi tulajdon valójában majdnem mindent jelent. Csak nem mindig döbbenünk rá, hogy milyen fontos szerepe van az életünkben, a fejlődésben. A szellemi tulajdonhoz az is hozzátartozik, hogy sikerre visszük. Milleniumi díjat azok kapják, akik a szellemi tulajdonhoz kötődő tudatosságokban elsődlegesek, vagy mintaértékűek, vagy olyan jellegű példát tudnak mutatni az élet különböző területeiről, amelyek azt gondolom, hogy megszívelendőek, illetve érdemes velük számolni. Idén 6 díjazottat mutathatunk be önöknek, akik a kereskedelem, a szolgáltatás, a tudomány és a művészet különböző területein a szellemi tulajdon védelmében kiemelkedőt alkottak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében vehette át az elismerést, többek közt a Maform Design Stúdió is. Minden napokban úgy jelenik meg nálunk a szellemi tulajdon védelme, hogy minden munkánknál tudatosan kezeljük azt, hogy melyik része, ami egyáltalán oltalomképes lehet, megvizsgáljuk ugye azt, hogy milyen oltalmak vannak az adott témakörben, és ennek alapján alakítjuk vagy a saját fejlesztéseinket, vagy pedig az ügyfeleinknek a munkáját. Kitüntetést vehetett át a vízrendezés, csatornázás, út- és vasútépítés, tárolás, deponálás és a különleges betontechnológiák szakértője, a Csomiép Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. Is. A társaságunk életében a szellemi tulajdonvédelme az alapvetően egy stratégiai kérdésként jelenik meg, amelyet a mindennapokban úgy képezünk le, hogy a saját receptúráinkat, a saját elképzeléseinket, a saját fejlesztéseinket védelmel látjuk el. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a hazai kereskedelem, a vendéglátóipar, valamint a turizmus és idegenforgalom történetének, kulturális javainak őrzésével és bemutatásával foglalkozik. Ezen a területen is fontos a szellemi tulajdonvédelem. Rendkívül nagy megtiszteltetés, azt gondoljuk a kölcsönös együttműködés jegyében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával egy olyan élmény, egy olyan örökség, egy olyan hagyomány, amelyet tovább kell folytassuk, és azt gondolom, hogy megerősít minket abban, hogy továbbra is együttműködjük, nem csak a múlt ápolásában, hanem a jövő technológiai fejlesztései iránt. A magyar innovatív biotechnológiai ipar egyik meghatározó szereplőjének számító Solvo ZRT is elismerésben részesült. Mi a gyógyszeripar biotechnológia területén dolgozunk, úgyhogy nem túlságosan meglepő, hogy a szellemi tulajdonvédelemnek központi szerepe van. Mi is az évek folyamán tanultuk meg, hogy különböző szituációkban, különböző helyzetekben más
stratégiát kell folytatni. Nem minden ember egy molekulát akar levédeni, vagy egy eljárást akar levédeni, vagy adott esetben egy új sejtvonalat, vagy ehhez hasonlót. A mai napig a cég árbevételének egy jelentős hányada az egyébként nekünk licenszerződésekből származik, tehát ennek kapcsán is igen fontos az, hogy tudjuk megvédeni azokat a kutatásokat, amiket mi végzünk. Talán sokaknak meglepő lehet, de az országos mentőszolgálat is nagyon komolyan veszi a szellemi tulajdon védelmét. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy nem csak a napi munkánkat, nem csak a Covid alatti ellátásunkat és az életmentést díjazzák, hanem azt a gondolkodást is, amivel a mentőszolgálat értékeit megpróbáljuk megőrizni. Az ilyen értékünk a hivatás, az életért szlogenünk, a mentőautónknak a kinézete, a ruháinknak a színe és a kinézete. Ezeket mind-mind védelmi oltalom alá helyeztük, pontosan azért, hogy mindenki tudhassa, hogy ez az országos mentőszolgálaté. A művészet területén a kísérleti énekegyüttesként, improvizatív magyar kórusként és szintársulatként működő Soha Róza Közhasznú Egyesület vehette át a díjat, akik egy izgalmas produkcióval is kedveskedtek a rendezvényen résztvevőknek. Soha Róza életében igazából a szellemi tulajdon az nagyon jelen van, de mivel egy művészeti csapat vagyunk, ezért igazából a kreativitás, az alkotás az elsődleges, és nem fordítunk sajnos elég figyelmet arra, hogy ezt a szellemi tőkét mi ápoljuk, levédjük, és remélem, hogy most az esemény erre indok, hogy ezzel is törődjünk. Emberi tudás, képzelőerő, kreativitás. Felismerni, fejleszteni és gazdasági tőkeként használni ezeket a korlátlan erőforrásokat. Erre hívta fel a figyelmet idén április 26-án is a Szellemi Tulajdon Világnapja és a Milleniumi díjak átadása. Bizonyos anyagok szerkezetének megfigyelése komoly akadályokba ütközik. Mert hogyan vizsgáljuk meg az olyan struktúrákat, mint például egy atomreaktor betonfala, Leonardo da Vinci bronzszobra, vagy egy Forma 1-es autó motorja? De hát, ami késik, az nem múlik, ugyanis most már egy különleges technikával, a neutronsugaras képalkotással az Energiatudományi Kutatóközpont szakemberei már erre is képesek. Műtárgyak, szobrok, régészeti leletek, meteoritok és más világűrből visszahozott kőzetminták, tengerfenékről felhozott kincsek, hidak és atomreaktorok betonjai. Mind olyan tárgyak és használati eszközök, amelyeknek a belsejébe tekinteni cseppet sem egyszerű. Vagy azért, mert nem szabad őket megsérteni, vagy olyan a felépítésük, hogy nehezen lehet a belsejükbe látni. Erre egészen sokáig nem volt megoldás, addig, amíg fel nem találták a neutronsugaras képalkotást, amely jelenleg kevés laboratóriumban érhető el a világon. Hogy hogyan működik, abban segít eligazodni Szent Miklósi László, az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársa Csillebércen. Ugyanis az egyik ilyen különleges neutronokkal dolgozó laboratórium itt található. Hiszen itt van az a budapesti kutatóreaktor is, amelyben előállítják a neutronokat a tudományos kutatáshoz. Ebben a reaktorban urán 235-ös atommagok hasadásával hozzák létre a neutronokat, amelyeket vízszintes csatornákon vezetnek el a kísérleti berendezésekhez. Pirossal láthatóak a urán fűtőelem pálcák, és itt találhatók azok a vízszintes csatornák, amelyeket a kutató berendezésekhez használunk. A neutronokat felhasználó képalkotó berendezéshez, ahogy a vezénylőteremben is láthattuk, már sokkal közelebb kell menni a reaktorhoz. A mérőállomása csupán néhány méterre található magától a reaktortól, de a kisugárzást lévén kutatóreaktor itt már le tudják csökkenteni annyira, hogy biztonságosan megközelíthessék. Itt tudjuk a tárgyakat roncsolásmentesen megjeleníteni két, illetve három dimenzióban. Erre a helyre helyezzük el a mintát, amely az áthaladó neutron nyalába egy részét elnyeli. Ezzel a detektorrendszerrel érzékeljük az átbocsátott neutronokat. Ebből alakul ki az a szürke skálakép, amelyet a számítógépen megjelenítenek. Ez a képkészítés úgy működik, mint a régi tévéképernyő. Amikor neutronok belecsapódnak ebbe az ernyőbe, akkor látható fény keletkezik, amelyet egy tükörrel abba az irányba vetítünk, és egy CCD kamerával rögzítünk.
Ezen a különleges mérési helyen nem csupán a neutronokkal képesek képeket alkotni a kutatók, de röntgennel is. Párhuzamosan a neutron képalkotással egy röntgengenerátort behelyezve a neutron nyaláb elé. Ezt ide be tudjuk helyezni a nyalába, és akkor innen meg tudjuk világítani ugyanazt a mintát, anélkül, hogy a mintának a geometriáját megváltoztattuk volna. A kutatók azt használják ki a képalkotás során, hogy a neutron nyalábban lévő neutronokkal háromféle dolog történhet, amikor egy tárgyon vezet át az útjuk. Az egyik, hogy atommagba ütköznek és gammasugárzás keletkezik belőlük. Ezt arra használják fel, hogy meghatározzák, milyen anyagok alkotják a vizsgált tárgyakat. A másik, ami történhet, hogy a neutronok mozgási iránya változik meg, amit pedig szerkezetvizsgálatra használnak fel. A harmadik lehetőség, a minta mögé helyezett detektorral az átbocsátott neutronokat detektálják. A kutatók ezeket a képeket nem csupán két dimenzióban láthatják, 3D-s képek készítésére is van lehetőség. Ehhez egy forgóasztalt használnak, úgynevezett tomográfot. Még az orvoslásban a gép forog a beteg körül, itt a vizsgált tárgyat kell forgatni a reaktorból jövő neutron sugár előtt. Az a radioaktivitás, ami a mérés során keletkezik, az pedig egy pár óra alatt lecseng, így a tárgy teljes épségében a tulajdonosának visszaadható. A világhírű bronzok, kerámiák, amelyeknek sok esetben a származási helyét is meg tudják mondani, illetve a kőeszközök, Forma 1-es motorok, geológiai minták mellett, a kutatóknak az egyik legfontosabb vizsgálati tárgya jelenleg a nukleáris iparban, nukleáris erőművekben használt betonok vizsgálata, amely azt is segít meghatározni, hogy meddig biztonságos egy erőművet üzemeltetni. Ugyanakkor a mindennapi eszközök elemzésében és az újrafelhasználásukban is nagy segítséget tudnak nyújtani ezzel a technológiával. Az ábrán például egy mobiltelefon látható, amelyet röntgen és neutron sugárzás segítségével vizsgáltunk. Itt a neutronok segítségével jól el lehet különíteni azokat a speciális elektronikai alkatrészeket, amelyben az újrahasznosításra alkalmas elemek találhatók nagy mennyiségben. Például vadolínium, ritka földfémek, arany vagy ezüst. Ezeket a részeket, amelyek az újrahasznosítás szempontjából legfontosabbak, kékkel jelölték meg a kutatók. Emellett lítium elemeket és üzemanyagcellákat is vizsgálnak. Neutronos tudomány az valójában tud tovább fejlődni, mindig van előre, újabb és újabb alkalmazási területeket tudunk bevonni, általában együttműködésben az adott terület szakértőivel, és ezekre sikerrel tudjuk alkalmazni a mérési módszereinket. Az akkumulátorok fejlesztése mellett ilyen terület még a hidrogén előállítása, hiszen a neutronok jól ki tudják mutatni a hidrogént. Ez a jövő egyik üzemanyaga lehet, ha sikerül a katalizátort olcsóbbá tenni, amin az Energiatudományi Kutatóközpont néhány méterrel odébb lévő laborjában dolgoznak jelenleg is a kutatók. Körző és vonalzó. Ez az a két alapeszköz, amely már évezredekkel ezelőtt is segítette az embereket a tervezőasztalon. Ma már inkább iskolai eszközök és múzeális tárgyak, de jelentőségük óriási. Nélkülük nem jöttek volna létre olyan emblematikus ókori építmények, mint az egyiptomi piramisok, vagy a görög és római építészeti csodák. Ismerjék meg most önök is a körzők történetét. Két eszköz kellett, körző és vonalzó. Ezzel a két dologgal pontos tervet lehetett készíteni. A körzőket az emberek először Egyiptomban a földterületek kijelölésére és az építészetben használták. Majd a gépészek, később az órások és az elektronikával foglalkozó szakemberek alkalmazták a munkájuk során. Mindenki számára alapeszköz volt a múlt század közepéig, aki csak tervrajzot készített. A körző egy elavult tárgy, mert manapság nem használunk körzőket, mert hogyha tervezni kell valamit, akkor számítógépes eszközökkel tervezzük, és ebbe pedig nincsen helye a körzőnek. De azért, hogyha belegondolunk, hogy volt-e szerepe valaha, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy nagyon is, ugyanis több évezreden keresztül a körző volt az a segédeszköz, mivel tervezni lehetett. Sokáig kell visszautaznunk időben, ha a körző történetét szeretnénk megismerni. Ahol először szükség volt tervezésre, az Egyiptom.
a fáraó az adó alapján szedte be a jövedelmét. Az adót pedig a kibérelt föld alapján fizették az emberek, és mivel az évente egyszer a Nílus elöntötte a Nílus völgyét, évente szükség volt újra földmérőkre. Ez a szakma ott alakult ki, és ezt a földmérést először kötéllel végezték, úgy is hívták őket, hogy kötélfeszítők, ahol egy ilyen kötélen csombok voltak elhelyezve, csombokat kötöttek rá, és ezeket a köteleket kellett kifeszíteni. Na most, hogyha már volt egy kötél, amin csomók voltak, akkor egységenként lehetett látni, hogy mekkora méretű a teleknek az egyik oldala, de ugye az egyik nagy probléma volt, hogy hogy lesz ez derékszögű telek, ugyanis hogyha nem derékszögű, nehéz kiszámolni a területét. Ebben is nagyon segített a madzag, amik csomók voltak, és egy ilyen madzaggal nagyon könnyű volt körívet húzni. Hogyha körívet húztak vele, akkor a körívvel ki lehetett jelölni a derékszöget nagyon könnyen, mert egyszer rajzoltak így egy körívet, utána másik irányból egy másikat, és így az adott pontba meg lehetett jelölni az adott pontnál a vonalra fektetett merőlegest. Ez a munka évezredeken át tartott. A piramisok megépítéséhez is kiváló földmérő tudásra volt szükség. Ezt a munkát az emberek a madzagos körzőkkel végezték. Ezt egészítette ki a függőón, hiszen a pontosság érdekében a függőlegest is meg kellett határozni. Továbbá kellett vízszintjelző, nem a buborékos, mert csak sokkal később találták ki, hanem egy csatornába vizet eresztettek, és az vízszintbe maradt. Ez alapján, ezzel a három alapeszközzel, mint a madzagos körzővel, meg a kifeszített madzagos vonalzóval, függőónnal és a vízszintezővel, meg tudták határozni, hogy hol legyen a piramis, milyen méretek legyenek hozzá. Úgyhogy fejlődött a világ. A régi görögök, mint a Thales, Pitagoras, Euklidész, ezek az emberek mind Egyiptomban tanultak. És miután ők hazamentek Görögországba, vitték magukkal a tudást, tudták, hogy hogyan kell szerkeszteni vele, és ezt a tudást ők átemelték elméleti szintre. És ahelyett, hogy madzagos körzőt használtak volna, kitalálták hozzá úgynevezett száras körzőt, az ilyen lábas körzőt. Érdekes módon természetesen az első lábas körzők, ilyen száras körzők, azok olyanok voltak, hogy nem tartották a pozíciót, ilyen lötyögős körzők voltak. De aztán később rájöttek, hogyha tartja a pozíciót. Úgyhogy ez egy nagy fejlődés eredménye, és egészen a 20. század közepéig a körző az minden tervező mérnöknek a zsebébe ott volt, vagy az asztalán, vagy a nyakába ott lógott, azért, hogy a munkát el tudja végezni. Körzőkkel rengeteg műveletet végeztek az egykori tudósok. Olyan szerkezetet is alkottak, melynek működését korunk tudósainak hosszú évtizedekig tartott megfejteni. Az egyik nagyon érdekes példa, sokan ismerik az úgynevezett híres antikütéra gépezetet. Dióhéjban az a lényeg, hogy időszámítás előtti második században elsüllyedt egy görög hajó, rajta süllyedt a rengeteg ott hordott áru, és mint utólag kiderült, egy nagyon gazdag hajó volt, nagyon sok érdekes tárgyat hordott magával, ami 2000 évig a tenger alján feküdt. És amikor a 20. század elején szivacshalászok ezt megtalálták, akkor először a szobrokat vették észre, aztán az amforákat tele akkori borokkal, és csak később terüldött a figyelem egy olyan összekövesedett tárgyra, amire először nem is tudták, hogy micsoda. Kiderült, hogy ez egy fantasztikus számolóberendezés. A mostani legújabb technikákkal, röntgenberendezésekkel átvilágítva kiderült, hogy több tucatnyi, nagy bonyolultságú fogaskerék van benne. Sokan azt feltételeztek, ezt valamilyen űrlények hozták ide. Hát a körzők ismeretében biztosan mondható, hogy nem kell hozzá űrlény, ugyanis körzővel kört lehet szerkeszteni könnyedén, és utána az, hogy hogyan kell fogaskereket készíteni, erre szolgáltak az aránykörzők, amivel nagyon pontosan lehetett köríven beosztásokat készíteni. Tehát például a fogaskereket kijelölni rajta. A hajó, amelyen az antikütér a gép pihent, körülbelül időszámításunk előtt 200-ban süllyedt el. Az összes égitest összes pozíciója látható rajta, egy egész évre kivetítve. Az akkori olimpiai játékok időpontját is jelölték rajta. Ilyen körzőt találtak a pompei ásatások során is. Leonardo da Vinci egyrészt tervezett is ilyet, meg volt is neki, fönn is maradt a körzője, ugyanilyen, mint amit itt a kezembe tartok, ilyen körzője volt a Leonardónak. Tehát ezekkel a körzőkkel nagyon jól lehetett kört szerkeszteni, és a körön belül mindenféle bonyolult alakzatot. Vitruvius volt az egyik ilyen híres ősi tervező, időszámítás előtti 1-200-ba kezdődött, ha jól emlékszem, az ő tevékenysége, és utána mindenki példának tekintette, mert csodálatos tervrajzai maradtak fönt, amit természetesen körzővel készített.
Remélem élvezték az elmúlt fél órát. Ha igen, akkor lájkolják a Facebook oldalunkat, ahol további érdekességekkel várjuk Önöket. Műsorainkat visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Javaslataikat és észrevételeiket elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Most búcsúzom, egy hét múlva találkozunk, amikor is a startupok világával foglalkozunk majd. Viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.